Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol új termékeket fogok nektek bemutatni, egy ilyen sminksuli-szerűség keretein belül. Most kaptam nemrég egy hatalmas csomagot, ahogy ezt az Index képről már láttátok. A Karajától kaptam egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik. Nem szponzorált a videó, de van nektek egy kuponkódom, hogyha szeretnétek kipróbálni ezeket a termékeket, akkor ezzel egy kis pénzt tudtok megspórolni, úgyhogy itt fogjátok látni ezt a kuponkódot. És ez nem egy ilyen alkalmi kód, tehát ezt valószínű, hogy nagyon sok időn keresztül fogjátok tudni használni. Remélem értitek, hogy mire gondolok. És akkor, ahogy mondtam nektek, ebbe a csomagba érkezett, és ez tele volt sminkkel. Ide magam elé egyébként nagyjából kipakoltam már a dolgokat, és ezért nyilván átnéztem, hogy miket kaptam. Rengeteg ecsetet, van egy csomó alapozós és csomó, hát három alapozós, három púderes ecsetem, és ezen kívül van még nekem itt négy darab szemhéjpúder ecset, amiket ebbe a videóba valószínű, hogy nem fogtok látni. Ugyanis a termékek, amiket kaptam, azok nagyjából csak arcra valók, tehát van primerem, van többféle alapozóm, BB krémem, púdereim, korrektorjaim, úgyhogy most egy az, hogy ki fogom próbálni, hogy milyenek, mert egy-két terméket már próbáltam, Karajásat, viszont nem ismerem. Tehát körülbelül 5 termék van, amit kipróbáltam, a többi az viszont nekem is teljesen új lesz. Úgyhogy ezt most itt együtt fel fogjuk egy kicsit fedezni, és ezen kívül pedig próbálom nektek megmutatni, hogy mi is az alapozásnak a helyes sorrendje, és mit hogy kellene csinálnunk ahhoz, hogy tökéletes legyen az alapunk. Szóval ahogy itt láthatjátok a kis beillesztett videón, kipakoltam magam elé minden olyat, amire most szükségünk lesz, és először azzal fogok kezdeni, hogy kibontogatom őket, kicsit megnézzük, hogy milyen a csomagolása, ezen kívül pedig a krémeket és a primereket fogjuk először lecsekkolni. Utána viszont van itt nekünk 4 darab alapozónk és egy BB krémünk, úgyhogy fogunk egy kis swatchot csinálni az arcomon, hogy melyik szín lesz jó és miért az a szín lesz jó. Utána viszont tényleg bele fogunk vágni, úgyhogy gyorsan kibontom őket. És akkor most, hogy minden ki van bontva, megmutatnám nektek ezt a két terméket. Ez egy Skin Perfection Beauty Cream, tehát ezt alapozás előtt kell feltennetek. Én általában a mindennapi krémem után szoktam, viszont még a primer előtt, tehát azt mondtam már nektek múltkor, hogy én nagyon beszoktam hidratálni a bőrömet, úgyhogy nálam ez egy plusz lépés szokott lenni a sminkemben, és ezt a krémet egyébként nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebből kaptam egy újat, mert nem sokára el fog fogyni. És van itt ez a BB krém, ami tudjátok olyan, hogy hoppá, hogy ahogy kikenitek, vagy kinyomjátok a csomagból, a tubusból, látjátok, hogy fehér, és hozzáilleszkedik a bőrötöknek az árnyalatához. És látjátok, hogy igazából nem látjátok, mert tökéletesen illeszkedik hozzá, viszont kap a bőrötök egy nagyon szép fényt tőle, és viszonylag erős fedése is van, tehát BB krémhez képest kifejezetten erős. A csomagolásról annyit, hogy ahogy láttátok, nagyjából minden ilyen ezüst csomagolásban van, ezüst papír csomagolásban, nagyon szép, nagyon egységes kinézetet ad az egésznek, és itt szeretném egyébként hozzátenni, hogy a Karaja az egyáltalán nem drogériás márka, tehát ez sokkal-sokkal profibb. Ez egyébként szerintem nem csak a formulán látszik, hanem magán úgy az egész csomagoláson is. Mindent, hogyha megfogtok, akkor súlya van. Tehát az alapozóknak is az összes üveg, tehát nem műanyag, látjátok, itt van ez a krém, majd mindjárt egyébként egyesével is megmutatom nektek, viszont mindennek súlya van, tehát olyan, hogy mondjam, biztos értitek, mire gondolok, hogy nem olyan könnyű, ócska érzete van, hanem tényleg úgy érzed, hogy ez luxus, ez profi, ez jó. Ami miatt egyébként egy kicsit dilemmába estem, hogy kétféle alapozón van, és ehhez kétféle primerem is van, úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy mind a kettőt ki tudjam próbálni, hogy az arcom egyik felén az egyiket, a másik felén a másikat fogjuk csinálni. Az egyik az egy pórus összehúzó matt alapozó, a másik pedig egy ilyen skin velvet, ami ugye egy ilyen bársonyos finisht ad, tehát ez egy kicsit természetesebben fog hatni, úgyhogy szerintem ezt is fogjuk csinálni. Megpróbálom belőni az arcom színét, ami kicsit nehéz lesz, ugyanis önbarnítózok, nem tudom mennyire látszik.
Erről is fogok nektek majd videót készíteni, csak egy kicsit még bele kell tanuljak a dolgokba. De a lényeg az, hogy a testem most sokkal sötétebb, mint az arcom, úgyhogy ez egy kemény menet lesz, hogy belőjük. De az alapozó választás az ettől függetlenül, hogy most én ezt nem tudom teljesen megmutatni nektek, szeretnék pár tippet adni, hogyha elmentek drogériába alapozót venni, egy, ne féljetek segítséget kérni, tehát mindenképpen, hogyha nem tudjátok, hogy mire van igazából szükségetek, akkor kérjetek segítséget, viszont hogyha határozott elképzelésetek van, akkor a csuklótok belső része, ami a legközelebb áll az arcotok színéhez. Az arcunk mindig világosabb, mint a testünk, akkor is, hogyha napoztok, szolisztok, amit egyébként nem ajánlok, de ettől függetlenül a csuklótok belső része, és igazából az egész karotoknak a belső része hasonlít a legjobban az arcotokhoz. Úgyhogy a kiválasztott alapozóból több színből húzzatok swatchot a kezetekre, és ha tehetitek, akkor ne azonnal vegyetek alapozót. Semmiképpen ne azonnal vegyetek alapozót, mert egy alapozó nem ugyanúgy néz ki felkenéskor, mint mondjuk egy órával utána, és nem ugyanúgy néz ki bent a tökéletes világításban, mint kint természetes fényben. Tehát, hogyha tehetitek, akkor kenjetek fel több csíkot. Ha nincsen rajtatok smink, akkor akár az arcotokra is felkenhetitek, de úgy elég hülyén néztek ki, hogyha csíkos az arcotok. Úgyhogy a kezetekre kenjétek fel, menjetek haza, vagy menjetek ki az üzletből, várjatok egy kicsit, és amikor látjátok a végleges színét, hogy mennyire oxidálódott, mennyire nem, az alapján próbáljatok meg választani, és talán így a legkisebb a hiba lehetőség. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb tippem, ezen kívül pedig, hogy tudjátok, hogy milyen a bőrötök. Legyetek tisztában azzal, hogy zsíros vagy száraz a bőrötök, matt vagy szaténfényű, finisű alapozót szeretnétek, hogy mi az, ami a legjobb érzés a bőrötöknek, és mi az, amit szerettek magatokon. Mivel nekem most a csuklom belseje is elég barna az önbarnítótól, így az arcomra fogom kihúzni a kis csíkokat. A fotofinishből látjátok, ki is húztam a két csíkot, és itt látszik, hogy a közepe még nem száradt meg. Megpróbálok nektek bezumolni, és az még sokkal világosabb, mint a külseje. Úgyhogy ezzel várunk egy picit. Ebbe egyébként van egy ilyen kis golyócska, tudjátok, hogy fel lehessen rendesen keverni a benne lévő pigmenteket. A két szín, ami egyébként nekem fel van kenve, az az 50-es és a 30-as. Olajmentes mind a két alapozó, és nagyon folyékony, és én nagyon-nagyon szeretem azokat az alapozókat, amik nem olyan testesek, hanem kicsit ilyen folyékonyabb állagúak. A másik pedig a Skin Velvet, aminek egy ilyen kis spatulája van, úgyhogy ezt innen fogom felkenni. Kicsit messze van a kijelző, úgyhogy onnan nem fogok tudni dönteni, de várok erre is egy kicsit, hogy megszáradjon, utána kitaláljuk, hogy melyik szín legyen. Addig kipróbálom a micellás vizüket, mert abból is kaptam egyet. Tisztít, tonizál, hidratál, arc, szem, száj, fénylő, friss és tonizált érzetet hagy maga után. Mindjárt az arcomon is kipróbáljuk, de először letörlöm a kezemről az alapozót. Ja, egyébként azt nem mondtam, hogy az alapozónak tök jó illata van. Tudjátok, egy kicsi illata van, tehát nem ez a brutál erős parfüm illat, de nagyon kellemes. Össze fogom gyűjteni egyébként az összes terméknek a linkjét, és le fogom tenni a leírásba, úgyhogy ha érdekelt titeket, akkor keressétek ott, vagy keressétek a Karajának a weboldalán, azt is le fogom tenni. Megpróbálok mindenről elmondani mindent, amit tudok, viszont ha bármit kiadnék, akkor ott meg fogtok találni mindent. És akkor így ennyi idő után én azt mondom, hogy mind a két színből a világosabbat fogom használni. A fotofinish az egy kicsit talán nekem rózsaszínes, alapból is egy ilyen sárgásabb árnyalatú bőröm van, úgyhogy ez itt szerintem tök jó lesz, főleg így most önbarnítóval. A másikból is a világosabbat fogom most felkenni. Kezdésnek ezt a krémet fogom felkenni, ami egy Skin Perfection Beauty krém, tehát bőrtökéletesítő szépségkrém. Ugyanolyan illata van, mint ennek. Vajon ennek a kettőnek van köze egymáshoz? Ez ugyanaz lehet a kettő? Szerintem egyébként igen. Na jó, nem akarok hülyeséget mondani, ezt most biztosan nem fogom használni, mert azt már tudom, hogy milyen. Ezt viszont mindenképpen... Innen vajon látjátok? Egy nagyon
vastag testes krém, amit én kifejezetten szeretek alapozó alá. Ezt az egész arcomra fel fogom kenni, és ugyanolyan illata van, mint a kicsinek, úgyhogy azért gondolom, hogy valami köze van a kettőnek egymáshoz, de ennek majd utána fogok járni. Nagyon szeretem ezt a krémet, szerintem ez biztos, hogy ugyanaz, és imádom azt az érzetet, amit hagy maga után. Azonnal beszívja a bőröm az egészet, és ilyen, hogy mondjam, egy kicsit érzem, hogy feszes a bőröm, és egyébként tök matt, legalábbis én nagyon mattnak érzem, és nagyon hidratált. A BB krémet is félre rakom, mert azt sem fogjuk használni ma. Viszont van itt nekem két primerem. Az egyik az egy ragyogást fokozó primer, a másik pedig egy Phytolift, ami azonnali liftinget eredményez és ígér. Megnézzük, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Nem is láttam még ilyen pumpát. Jó helyre kentem, nem fogtok látni semmit. Ezen a részen szerintem azért látszik az alkaromon, hogy van ott csillogás rendesen. Az ilyen primerekkel egyébként rengeteg eredményt el lehet érni, tehát hogyha egy matt alapozó alá teszitek, akkor az nem fog annyira nagyon mattnak és púderesnek hatni, viszont hogyha egy természetesebb finisű alapozó alá teszitek, akkor el tudjátok érni azt a nagyon gyúj, nagyon vizes hatást. De én most úgy fogom csinálni, hogy ez fog menni az egyébként is velvet alapozó alá, ez pedig fog menni a photofinish alapozó alá. Ez lesz a photofinish, ez pedig a velvet. Én a primert egyébként kifejezetten szeretem kézzel feltenni, viszont nyilván fel tudjátok tenni ilyen lapos ecsettel is, fel tudjátok tenni ilyen kis tömött ecsettel, vagy nyilván ezek a lapozó ecsetek, vagy beauty blenderrel is fel tudjátok tenni, viszont én valamiért úgy érzem, hogy ha kézzel teszem fel, akkor tudom a legjobban oda feltenni, ahova akarom, főleg, hogyha egy pórus összehúzó primer, amit kicsit szeretek benyomkodni a pórusaimba. A másik oldalra pedig teszem a Phytoliftet. Egyedül, tudjátok, az E-vitaminos primeremet szoktam feltenni beauty blenderrel, mert annak nagyon krémállaga van, úgyhogy ahhoz azt használom. Szerintem egyébként már így felhelyezés után is látszik azonnal a különbség. A jobb oldalamon is van egy kis fény, viszont az inkább matt, a bal oldalam viszont egyértelműen látjátok nagyon szépen. Nem csillog, mert az rossz szó rá, de így egy kicsit irizál, vagy visszaveri a fényt. Na és elérkeztünk oda, hogy vannak nekünk ugye ecseteink is, viszont Rebeka nagyon nem szereti a lapos alapozó ecseteket, és egyébként az alapozó ecseteket se. Nagyon beauty blenderes vagyok, viszont mindenképpen szerettem volna, vagy szeretném kipróbálni őket. Ezt nem, ezt félre fogom tenni, mert ez nagyon-nagyon messze áll tőlem, majd igyekszem egy kicsit próbálkozni vele, megígérem, hogy nem zárkózok el tőle, viszont őt most nem fogjuk használni, 21-es foundation brush, rá van írva, és van itt egy makeup perfector, aminek a közepében van egy kis lyuk, és egy nagyon-nagyon tömött kis kerekecsetről van szó. Ezt fogjuk egyébként használni. Van itt egy sculpting brush, ami ugye korrektorhoz van, és a többi az púderecset, úgyhogy az még nagyon messze van. És akkor arra jutottam, hogy a photofinisht fogom a kis ecsettel felvinni, és remélem, hogy jó szín van nálam, és nem tévesztettem össze, és a középre, a kis lyukba fogom belenyomni az alapozót, egy pumpát, és ugyanúgy ott van egyébként, ahogy belenyomtam, tehát nem szívódik be egyáltalán, és kis körkörös mozdulatokkal elkezdem felvinni. Egyáltalán nem lettem csíkos, ami meglepő, mert egyébként ezért nem szeretem leginkább az ecseteket. Egy pumpa így az arcomnak ezen részére volt elég, viszont mivel szeretnék egy sokkal erősebb fedést, így nyomtam még kettőt, és ugyanúgy körkörös mozdulatokkal fogom eldolgozni, egészen le a nyakamra, hogy összemossam a nyakam színével az arcom színét, és a fülem mögötti részt sem hagyom ki.
kezdek egyszínű lenni. Egyébként egészen tetszik az öcsetnek a fedése, viszont pár helyen szeretném kipróbálni, hogy milyen, hogyha szivacssal viszem fel, úgyhogy egy fél pumpát, csak egy nagyon picit kinyomok a beauty blenderemre, ráütögetem a kezemre, hogy egy kicsit eldolgozzam benne, és oda, ahova úgy gondolom, hogy plusz fedés kell, oda csak beütögetem. A szemem alatti részt nagyon szeretem szivacssal megcsinálni. 30-as szín volt, amit használtam, és szerintem tökéletesen sikerült a testem és a kezem árnyalatával egyszínűre összehozni az arcom. Kicsit nehéz beszélni, de értitek, mire gondolok. És akkor jött a másik alapozó, amiből szintén a világosabb színt fogom használni. És csak azért, hogy biztosan ezt is kipróbáljam ecsettel, kicsit kitörlöm az ecsetemet, amit egyébként nem volt túl nehéz, mert alapozó az nem folyt bele, úgyhogy tökéletesen ki tudtam törölni. Teszek ebből is az ecsetre. Hát igazából fogalmam nincs, hogy mennyit, mert ezzel azért nem nagyon tudott pontosan megmondani, de tettem rá, és akkor most ezen az oldalon. És most, hogy nagyjából eldolgoztam, ezt viszont folytatom tovább szivacssal. Látjátok, hogy már most nagyon más a finise a két alapozónak. Ez teljesen leszáradt matra, ez viszont nem. És ez sokkal-sokkal fényesebb. Nyilván ez alatt van egyébként az Illuminating Primer is, tehát hogy nem lehet matt semmiképp. Valamiért mostanában ezeket az alapozókat jobban szeretem, aminek van egy kis fénye. De egyébként szerintem a színe és a fedése is teljesen rendben van, úgyhogy megyünk is tovább. Na, ennek a kibontásával szenvedtem egy sort. A következő lépésünk a korrektor kell, hogy legyen. Van két krém kontúrunk, illetve egy ilyen color korrektorunk, szín korrektor, bénázok, amihez ezt a kis applikátort nem használjuk. Tehát ilyeneket nem használunk, szivacs, ecset, azok mehetnek. Van itt egy 1-es és egy 4-es színünk, amit talán itt mutatok meg nektek. Ez az 1-es, ez pedig a 4-es. Mind a kettő egyébként egész világos, az egyik az egy barackosabb, a másik pedig egy sokkal pinkesebb árnyalat, amit én mostanában egyébként tök szeretek, hogy a szemem alá konkrétan teszek egy kicsit ilyen narancsosabb, pinkesebb árnyalatot, és utána használom csak a sima korrektor. Viszont krémkontúrt egyáltalán nem szoktam használni, úgyhogy ezt majd mindjárt kipróbáljuk, hogy milyen. Pár szót a color korrektorról. A zöld színt azt ugye a pirosság, kipirosodás eltüntetésére használjuk. Van itt nekünk egy kicsit rózsaszínesebb árnyalatunk, ezeket az ilyen szürkés, kékes foltokra, inkább a szürkésekre tesszük rá, azokat tudja kiütni, és van egy kicsit sötétebb és egy kicsit világosabb nude színünk, ezeket meg természetesen világosítani használjuk. Hát ez a szín is egész világos, tehát bronzernek nem tudjátok használni, vagy kontúrozáshoz, szerintem, de ezt highlighternek viszont igen. Itt van egyébként mind a két oldalt egy kis pontom, ami általában kiszokott pirosodni, úgyhogy erre most viszont ki fogjuk próbálni. Nyilván az ujjam lett belőle. Egyáltalán nem túl zöld. Ezt egyébként az ilyen kis pattanásokra is nagyon szépen tudjátok tenni, mint mondjuk ide. Mielőtt korrektort tesztek rájuk, azelőtt, hogyha egy kis zöldet is tesztek alá, akkor ez kiüti a pirosságot, és onnan sokkal könnyebb korrektorral elfedni.
az mindenképpen egy plusz, hogy nem leszek tőle írtó zöld. De egyébként nekem ez egy olyan plusz lépés, amit nem feltétlen érzek szükségesnek, tehát ha szeretnétek nagyon tökéletes alapozást, és valami nagyon fontos helyre mentek, akkor lehet jó, de egyébként nekem ez így hétköznapra olyan. Úgyhogy a többi színnel most nem is fogunk foglalkozni, majd erről még szerintem fogok nektek beszélni valamikor, de nem most, mert nagyon szeretném a többit kipróbálni. Úgyhogy először a sötétebbik árnyalattal csak a belső részre húzok pár csíkot, így, és a Beauty Blenderemmel szépen beütögetem. Egyébként már ez is tök szépen kivilágosította a szemem alatti részt, és nem hittem, hogy fog tetszeni, mert egyáltalán nem szeretem az ilyen korrektorokat. A folyékonyat sokkal jobban szeretem, viszont határozottan tetszik, úgyhogy jöhet a világosabb rész, amiből pedig azokra a részekre fogok tenni az arcomon, amit szeretnék kihangsúlyozni, egy kicsit kiemelni. Tehát a szemem alatt mindenképpen, az orrom oldalán is. Hogyha az orrotok oldalát kivilágosítjátok, és utána kontúrozzátok, akkor a kontúrotok sokkal szebben fog kinézni, és hogyha kicsinyíteni akarjátok az orrotokat, akkor szerintem így tudjátok elérni a legjobb eredményt, viszont hogyha konkrét kontúrozós videót szeretnétek, akkor azt írjátok meg a komment részlegbe, mert erről nagyon sokat lehetne beszélni, úgyhogy most nem kezdek bele. Az államra is szoktam mindig tenni, egy kicsit, hogy nyújtsa az arcomat. Néha egyébként az állkapcsomra is, most csak azért, hogy megmutassam, teszek, és a homlokomra. És természetesen azokra a kis pontokra, amit előtte zölddel már kijavítottam. Beauty Blenderrel pedig eldolgozom. Na, kész vagyunk a korrektorozással is, és egyébként szerintem tök szép lett a végeredmény. Nem ilyen... Hogy mondjam, nem olyan, mint a Jeffree Star-os korrektor, hogyha azt felkened, akkor ott a bőröd megszűnik, és csak porcelánbaba vagy. Elfed mindent, de mégis bőrnek tűnik a bőr. És ami miatt egyébként tök örülök, hogy a Karaja megkeresett, és segítenek megcsinálni a sminksuli sorozatot nektek, így meg tudom nektek mutatni, hogy milyen, hogyha egy sminket egy márkából csináltok meg, és milyen az, amikor minden termék tök jól működik mindennel. Szerintem, hogyha megnézitek az arcomat, mind a két oldal nagyon szép, tökéletesen el lehetett dolgozni mindent egymással, eddig, remélem, hogy ezután is így lesz. És minden úgy néz ki, ahogy ki kell néznie. A következő lépésünk az az lesz, hogy a korrektort le fogom fixálni, amit ezzel a loose powderrel fogok megcsinálni. Ennek szenvedtem a kinyitásával egy keveset. Ide már ki is öntöttem egy keveset belőle, és ezt szivacssal fogom felvinni. Megigazítom a szemem alatt a korrektort, hogy a kis redőkbe semmi ne maradjon, majd veszek fel a szivacsomra, a felesleget leütögetem, és a szemem alatti részhez azt a belenyomkodom óvatosan. Na ez el fog mindent fedni. Én ilyenkor egyébként nagyon szeretem beütögetni, benyomkodni konkrétan a bőrömbe. Az a helyzet, hogy ilyen még sose történt velem, viszont felvettem a videót, és amikor elkezdtem megvágni, akkor vettem észre, hogy a végéről legalább 20 perc nyersanyagom hiányzik. Úgyhogy megcsináltam ugyanazt a sminket, amit ti igazából fél másodperccel ezelőtt láttatok az eredetiként. És innen folytatom tovább, hogy befejezett legyen igazából ez a videó. Úgyhogy amit az előbb láttatok, az annyi volt, hogy lepúdereztem a szemem alatti részt, az államat és a homlokomat, igazából azokat a részeket, ahol korrektoroztam. Ezt ugye, ahogy láttátok, a porállagú púderrel csináltam. Ezután várok egy kicsit, hogy beszívódjon, és a szemem alatt igazából egy kicsit leülepedjen. Utána a Beauty Blenderrel, minthogyha lenne rajta bármi, elkezdem még egy kicsit benyomogatni. Régebben úgy csináltam, hogy csak lesöpörtem egy ilyen ecsettel,
Viszont jobbnak érzem most már úgy, hogyha egy kicsit benyomogatom, és biztosra megyek, hogy az a púder, amit oda tettem, az ott marad. Ilyenkor nyilván, ha úgy érzed, hogy kell még valahova tenni, akkor teszel, viszont összességében ennyiről lenne szó. És utána jön a Moonlight Powder Foundation, ami egy porállagú alapozó igazából, és ezzel pedig fixálom az arcom többi részét, ami úgy néz ki, hogy egy nagy púderecsetet szépen belenyomogattok, egy kicsit a felesleget leütögetitek róla, és szépen felviszitek a púdert. Habár ilyenkor az alapozótok már megszáradt annyira, hogy ha húzzátok, akkor se fog elmozdulni. Én valamiért úgy érzem a legjobbnak, hogyha ezt is szépen kis ütögető mozdulatokkal teszem fel az arcomra, és amikor úgy érzem, hogy ez is egy kicsit beívódott, és egy kicsit összekeveredett végül is az alapozóval, utána, hogyha felesleget érzek az arcomon, akkor azt szépen még lesöpröm. És az az igazság, hogy gondolkoztam rajta, hogy az utolsó lépést azt most a második verzióba végül is már nem fogom megcsinálni, mert tudom, hogy nagyon hosszú lett a videó, de úgy érzem, hogy anélkül mégse lenne teljesen befejezett, úgyhogy itt a Selfie Magic Contour Kit, ami egy háromszínű púder, van egy nagyon sötét, hát egy sötétebb barna, egy világosabb, ami egy kicsit jobban talán a bőrszínnel passzol, és egy világosabb. Nyilván a nagyon sötét a kontúrozáshoz, a legvilágosabb a highlight részekre, az esetleges maradék helyekre pedig tudjátok tenni ezt a harmadik színt, viszont nem titok, a videót, az első videót, aminek jónak kellett volna lennie, azt pár nappal ezelőtt vettem fel bőven, és azóta én ezt használtam már, és őszintén megmondom, hogy nagyon tetszik úgy is az elérhető eredmény, vagy az elért eredmény ezzel, hogyha mind a három színt egy kicsit összemosom, vagy ha csak kontúrozni szeretnék mindenképpen, akkor a két sötétebb színt. Kifejezetten tetszik úgy az eredmény vele, úgyhogy most is úgy fogom nektek megmutatni, hogy a két sötétebb színből veszek fel először. Ezt is egy kicsit leütögettem, és arra a részre, amit egy kicsit bronzosítani, kontúrozni szeretnék, elkezdem felvinni. A legvilágosabb és a középső szín keverékéből egy ilyen kis pufi alapozó ecsettel vittem fel a szemem alatti részre egy keveset, hogy ne legyen annyira nagyon vakító a fixálópor a szemem alatt. És ezután pedig egy Sephora 56-os ecsettel csak a sötét színből veszek fel, és a kontúromnak csak arra a részére teszek, amit szeretnék még jobban egy kicsit kihangsúlyozni, és szeretném azt mutatni, hogy ott árnyék van. A fülemmel mindenképpen összekötöm, mert nem szeretném, hogy itt egy fehér folt maradjon, és az éleit egy kicsit eldolgozom. És igazából ennyi maradt ki az előző videóból. Innen nem szerettem volna egyébként se tovább menni, viszont most, hogy tudom, hogy nem lesz részletes a kontúrozás, így arra gondoltam, hogy ha ti is benne vagytok, akkor a kontúrozásból tényleg csinálok egy külön videót, ahol a kontúrozás, highlighter, és tényleg azok a taktikák, praktikák lesznek benne, amivel gyönyörű kontúrt tudtok csinálni magatoknak, és tényleg azt tudjátok kiemelni és elrejteni az arcotokon, amit szeretnétek. Szoktátok általában kérni ezt a videót, úgyhogy remélem, hogy most is fogjátok majd akarni, hogy legyen. És ezen kívül nagyon szépen köszönöm nektek a sok visszajelzést, ezt ti nem is tudtátok, de a pindulpandúros videóban az ebben a videóban elkészített sminkalappal kezdek. És rengetegen írtátok, hogy gyönyörű volt a sminkem, és hogy nagyon-nagyon szép volt az alapom, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Hogyha nem tudjátok, hogy miről van szó, akkor megint csak itt a kis kártyán felül meg fog jelenni az a videó. Csekkoljátok le, hogy milyen lett a végeredmény az első felvétel után. A Karajának még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas és gyönyörű csomagot.
Ti pedig ne felejtsétek el, hogy van kuponkódom, úgyhogy mindenképpen, hogyha szeretnétek bármit ezekből a termékekből venni, vagy körbe szeretnétek nézni, és valami mást megláttok a Karaján, akkor használjátok a kuponkódomat, hogy tudjatok spórolni egy kis pénzt. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és kövessetek engem is, és a Karaját is Instagramon, mind a két Insta nevet itt megtaláljátok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk, sziasztok!